Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb adása, méghozzá a Város Néző vasárnappal jelentkezünk megint, azt hiszem. Ha jól emlékszem, akkor ugyanez volt a címe a GTA San Andreas-os videónak, de lássuk be, ehhez jobban illik. Úgyhogy utólagosan átnevezem azt a videót, mondjuk Városnéző vasárnap 2, Back to the Hood. Kicsit necces, meg majd biztos lesz vele munka, de mostantól hivatalosan ez a Városnéző vasárnap, ugyanis eszembe jutott, hogy mennyire jó volt a mi kis Cities Skylines-os sorozatunk Ákossal, illetve az is eszembe jutott, hogy na van nekem egy városom, amit viszont akár be is mutathatok nektek, hiszen nagyobb, mint Tokaj. Úgyhogy jöjjön most az én városom, ahol én felnőttem. Íme Nyíregyháza. És itt is vagyunk Nyíregyházán, nézzétek, hát mindenki kedvenc városa, pontosan olyan, mint a valóságban. Igen, mindenki tudja, hogy Nyíregyházán átfolyik a Tisza, és méghozzá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 híd ível át rajta. Nos igen, ez az én szép kis városom, ne zavarjunk meg, hogy alul itt Rockdale-nek hívják. Nem, igazából. Állítsuk le az időt egy pillanatra, mert itt le kell rombolnunk valamit. Nos, ez a város honnan is indult? Na, várjatok. Így van, akkor innen. Azt hiszem. Hoppá. És most, hát most nézzétek, igen, azt hiszem ez volt az eredeti tile. És hát van nekünk minden, igaz? Repülő, tök jó. Azt mondja, 36 utas szállít, az jó. Ez mikor került bele ez a lehetőség? Lehet, hogy a moddal. Raktam rá egy modot, amivel így belső nézetbe lehet kapcsolni, illetve nem belső nézetbe, hanem utcaszintre viszi a kamerát. Viszont nem tudom, ez része annak, de most leszállunk. Hát ez roppant izgalmas. Kicsit villózik, kicsit átlátszó, de a miénk. Vigyázz a fára! Jó. Kicsit hepeupás leszálló pálya. Hát, Istenem. És nem is túl hosszú, de sikerült letenni. Biztos Sully vezeti a gépet. És egy újabb referencia, amit igazából nem hiszem, hogy bárki más ért. Nem baj, magamnak mondogatom. Meg is érkeztünk a nyíregyházi repülőtérre. Itt mindenki tud, hogy világszínvonalú, ezért 4 utast is hát visz is tovább a repülőtér. Mit mutassak be itt nektek? Hát nagyon sok dolog van, a smog elsősorban, ami elég gyilkos. De nem sokára teszünk ellene, nem tudom hogy, de teszünk ellene. Igen, felvettem megint az úgy beszélünk és önöket mondunk, mint egy hivatalos, hivatásos politikus. A legfontosabb itt talán ez a kis nyugis övezet. Hát nézzétek meg, milyen békés. És itt az ideje bekapcsolni az utcaszintű modot. Hát, nem imádni valahogy. Nézzétek meg ezt a házat. Én biztos, hogy nem laknék itt, de valaki lakna. Nézzétek, még van neki kis nyugágy. Ami még fontos, és amiről csak érintőlegesen esett szó a videóban Ákossal, a Mit videó sorozat, az itt a stadion és a stadion rendszer. Na most nagyon sokáig szarok voltunk. Van egy játékmechanika, ami alapján beállítjuk, hát évente, vagy 3 évente rendeznek meccset, nem, évente 2 meccset rendeznek, és ahogy esik, úgy puffan. És beállíthattunk ilyen dolgokat, hogy legyen-e biztonsági, vagy ne legyen. És akkor, hogy buszok vigyék oda a rajongókat, vagy ne, szurkolókat, mennyi legyen a jegyár. És amíg ezt azon hagytam, ami be volt állítva, addig kikaptunk. Aztán miután lehúztam kicsit, meg beállítottam a dolgokat, azóta nyerünk. És ez azért is jó, mert a 180 ezer akármi, mármint a pénz, amit nem tudom, hogy micsoda. Szóval abból 180 ezeret kapunk minden győzelem után, ami elég tetemes mennyiség, mert most, hogy a városom már rendesen termel, meg működik, most van 500 ezer, és bizonyos időközönként kapunk 22 ezeret, most ezt hagyjuk, hogy milyen időközönként.
Aztán vannak itt mindenfajta különleges épületek. Például ez. Hát ez szerintem tök menő néz ki. Akármi is legyen ez. Menjünk le az utcaszintre. Ups, nem ide akartam. De lejöttünk most ide. Ha a még a smogtól alig látszik, de nézzétek meg, hát azért nem semmi kis... Hoppá, ez a játék. A Modest nem bírja ezt a dolgot, hogy itt lépcső van. Erre nem volt felkészülve. Ez egyik nagy épület, a másik, amit megépítettünk Tokajban is, az pedig ott van. Hát az a városrész, én szerényen csak úgy hívom, hogy a... Ahogy már nem megyek. Hogy a nyíregyházi... Ups. A nyíregyházi Manhattan. Meg is látjátok, hogy miért. Hát egy tökéletesen arra haj az a dolog. Kicsit bénább, kicsit gagyibb. De hát, Istenem, nyíregyházi, hát muszáj volt tartani magamat a standardhoz. Na most, amit szeretnék csinálni ebben a videóban, azon túl, hogy megmutatom nektek, hogy egyáltalán hogy néz ki egy ilyen, hát kicsit már elég jó kiterjedt város, az az, hogy létrehozni egy mezőgazdasági részt. Mert mint kiderült, úgy kb. 20 óra játék után, hogy van ilyenre lehetőség. Mármint, hogy nem csak csúnya füstölgő gyárakat lehet építeni, mint amilyenek például itt is vannak, ezek, hanem farmokat például. Ez attól függ, hogy milyen nyersanyagunk található itt, és itt véletlenül pont van olyan terület, ahogy ide is lehetett volna, hát akkor még nem tudtam, hogy ez egy dolog. Szóval ide fogunk építeni. És hogyha esetleg nagyon jól megy, akkor megvásároljuk ezt a telket is. Mennyi? 20 000? Na, egyszer élünk! Megvettem most. Mit nekem? 20 000 dollár? Vagy mi? Na, ez Simleon. Na, jól van. Építsünk is ide valamit. Mit szóltok hozzá? Mondjuk ilyet. Ágasztassuk le. Erre. Meg erre. És itt vigyük tovább ezt. Hát lehet, hogy ez így egyenes? Ez így egyenes, tényleg? Lehet, hogy díjakat nem fog nyerni ez a városrész, de mindenképpen úgy gondolom, hogy miért ne nyerne. Be is színezzük. Erről ugye volt szó, hogy vannak ezek a kerületek. És most beszínezem ezt, és aztán rögtön be is állítom, hogy ez bizony legyen mezőgazdasági terület. És nagyon kíváncsi vagyok, mi fog történni, mert még ehhez nem volt szerencsém. Úgy látom, vannak másfajta területek is. Ó, és be kell állítani, hogy ide jöjjenek a gyárak. Ez. Jó. Plom, 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 plom. Plom, plom, plom. Plom, plom. Plom. Ígyni. Meg is van, és most várjuk a csodát. Daffodil Parknak hívják, hát ezt most nem nevezzük át, mert nem Tokajban vagyunk, hogy mindenfajta szar nevet adjunk a városoknak. Város részeknek. Bocsánat. Közben ezt lerombolom. És addig, amíg az ott elkészül, addig kicsit mi lenne, hogyha ismerkednénk a várossal. Így. Hát itt rögtön be is kerültünk az erdőbe. Igen, itt valakinek a hátsó kertjébe vigyáztam. Kerültünk. Hát, én amúgy tökre tudnék itt képzelni egy GTA-t. Ó, nézzétek, viszi a... Ó, de aranyos, ezt meg kell nézni még egyszer. Viszi a maciát. Halott szemű gyerek viszi a maciát. Hát, itt megszállt az ördög, úgy néz ki. Ó, jól van. Szóval el tudnék képzelni itt egy GTA-szerű játékot. Majd talán ez lesz a City Skylines 2, hogy megépíted a város, aztán utána randalírozhatsz benne, ahogy neked tetszik. Ott van kutya! Lehet, hogy ő kucu? Kucu Tokajban van. Tehát azért bámulatos, hogy mire jut a technológia. 15 éve volt a GTA 3. Na hát az kb. Így nézett ki. És most meg ez csak egy kis része a nagy városnak. Haver, a gördeszkát nem így kell használni. Mármint
Viszi a hóna alatt, istenem. Az a lány vörös? Mi lett szegényel? Vagy az idegenek köztünk élnek, vagy csak erőteljesen kommunista. Nem tudom. De a kettő közül az egyik. Oké, nézzük meg egy másik városrészt. Mondjuk. Nézzük meg az egyik parkot. Vagy kosárlabdapályát. Hogy kosaraznak a srácok? Hova is tettem én kosárlabdapályát? Valahol itt lennie kell egynek. Ah, ott van. Oké. Itt is vagyunk. Valahol. Nem igazán tudom, hogy rak le. Oh, megvan. Na, srácok, dobáljunk. De alacsonyan vagyok. Miért vagyok ilyen pici? Hey! Mi történik? Már is jobb, most már úgy érzem magam, mint egy rendes méretű ember. Belet most túl megos vagyok. Nem. Szép! Tiszta rasszizmus, megint a fegedesre ezt dobja be. Ez a játék rasszista! Mind a két srácon 15-ös messzem van, és mind a kettő ugyanúgy néz ki, míg a fekete srácon 21-es. Ezek vagy ikrek, vagy időutazók. Lehet, hogy olyan jó ez a meccs, hogy amint vége lett, visszajöttek megnézni kívülről is. Akkor mi is nézzük. Feljött a hold közben. Hello! Ez a mi holdunk? Nagyon fura. Na mindegy. Meguntam. Igen, kicsit túl magas lettem ezúttal, úgy érzem. De még mindig jobb, mint nagyon picinek lenni. Hogy néz ki olyan most egy busz megálló? Metró, a metrót meg se néztem. Azt sem tudom, milyen metróhálózat van ebben a városban. Feltézem szar, de... valamilyen roppant boldogok az emberek, csak nem nyertünk a meccsen. Nyertünk! És 2000 forintot, vagy mit nyertünk. Igen, ilyenkor ilyen túláradó boldogság szalad végig az embereken. Ez gyakorlatilag a legrealisztikusabb dolog a játékban. Most már csak 24 ezer a bevételünk, érdekes. De növekszik a népesség. A következő pont az a Megapolis lesz, és akkor unlockoljuk a monumenteket, amik nem tudom mik. De... mindenképpen jó lesz, hogyha nekünk lesz olyan. Ha! Ez például biztos, hogy egy új menü. Ezt még nem láttam. Ez mutatja be, hogy milyen szinteken érhetőek ezek a különleges épületek. Van valami, amit építhetünk? Ez most annyira nem érdekel. Nincs, mindent megépítettünk. Akkor mégiscsak ledobunk egy ilyet. Mert miért ne? Hol boldogtalanok az emberek? Hát hol máshol, mint itt. Kín a világ végén. Akkor ide kaptok egy... egy ilyet. Na, itt csak két épületet kell lerombolni. Nagyszerű. Minden szuperül halad, mit építettünk. Egy náci emlékművet. Jó, nagyszerű. Remek. Az Übermesnek sikerült egy újabb emlékművet állítani. Hát... van ilyen. Itt ember nem jár, de nézzétek meg. Ez olyan üres, mint a debreceni kiskörút. Ez nem az a szürge, az izéből, a mémből. Ha! Az a... a nagyon kocka mém. Tudod, hogy... van vasárnapi programod? Nincs? Akkor írok neked egyet. Az az űrge. Ja, azért nincs itt senki, mert éjszaka van és ezek boltok. Felteszem. Itt épül egy... aha. Hát ez mondjuk logikusnak hangzik. Na, a tömegközlekedést akartam megnézni amúgy. És az úgy néz ki, hogy... hát, ez itt a metró. Úgy látszik, itt még nem jöttem rá, hogy a metró mehet egy vonalon. De Istenem. Ó, bocsánat! Nem adtam nekik vizet és villanyt. Ó, sajnálom, csinálom. Csinálom. Egy percig se aggódjatok. Ó, jó, ezt benéztem. És villany.
Ez így nem fog jönni. Ops, bocs. Ezt nem ezt akartam. Na. Mosom neki még egyszer. Így. Mindegy, most lesz itt a nyugis, csöndes külvárosban egy ilyen zajgép gyakorlatilag. Ez a neve, azt hiszem, zajgép. Egy újabb repülő jött. Hány embert hozott? 39-et. Hány ember megy? 5. Nyíregyháza a legjobb hely, mert ide csak jönnek. Na. Mikor lesznek farmok? Ez egy földút kell hozzá. Mondjuk ez biztos, hogy nem így van, de tudjátok, hogy próbáljuk meg. Mert most miért ne? Mi van még itt, amit érdemes megmutatni? Hát például ez a rész itt... ez egy félre sikerült próbálkozás volt arra, hogy csatornákat csináljak. Nos, idáig jutott a víz, de a csatorna meg idáig. Tehát... lejövünk ide. Hol vagyunk? Ó, igen. Szóval ez így szép. De arra egy kicsit ilyen indokolatlan. De mondjuk azt, hogy sok volt a betonunk, és nem tudtuk mire felhasználni. Szerintem itt nagyjából ez történt. Annyira jól látszik az repülőgép már, mint hogy... Az apróságok ebben a játékban. Hihetetlen. Finnek csinálták amúgy, úgyhogy... úgyhogy nagyjából érthető. Ott vannak a farmok. Ott vannak a farmok, azt hiszem ezek farmok lesznek. Viszont nincsen munkaerő, ami annak köszönhető szerintem, hogy nincs a közelben lakó rész. Úgyhogy ez ellen azonnal teszünk is valamit. Kicsit lehet drasztikus módszerekkel, de behozzuk ide a fejlődést. Na, még ez se fér el. Akkor itt lesz egy ilyen szűkítőpont, hát bocsánat. De... ó, nem lesz ezzel gond. Dehogy is. Miért lenne? Amúgy innen is be tudjuk hozni. Hozzuk be innen. Mondjuk görbén. Mit szóltok hozzá? Így, és... így. Jó. Nagyszerű. És itt pedig lakni fognak az emberek. Hogy állunk? Csökken a népesség. Remek. Az mindig jó. De a repülő... mondjuk nem szívesen laknék itt. Ezekben az utcákban, mert hogy így... a repülők azok erre hajlamosak eljönni. Most hova kerültem? Kicsit megbízhatatlanul működik ez a dolog. De legalább működik. Egy másik, amiket kipróbáltam... szintén ilyen mod, az nem működött, de legalább villogott is hozzá. Úgyhogy... hurrá! Aha, valamiért oda rakott le engem ez a nyomorult játék, miközben ide akartam jönni. Ezeknek nincs vízük. Ezt mindig elfelejtem, hogy az embereknek vízre van szükségük. Szerintem ezek farmoknak néznek ki. Nézzük meg közelebbről. Búza. Felteszem búza, mert sárga, de... ennyi áll a rendelkezésemre az információk közül. Itt is be lehet jönni. Tök jó. Fát tárolnak itt. És itt? Itt is fát. Miközben itt azt írja, hogy húst. Haha. Most lebukott a Meki. Igazából fa fűrészszelékkel etett minket. Mármint azokat, akik oda járnak, én nem. Soha. Csak minden vasárnap. Ó, tikidőlt fa. Ezt nem tudom miért érdekes, de itt van. Ez nem is érdekesség, inkább tény. Ez a legmagasabb pont? Hát persze, hogy nem. Ennek a videónak az a tanulsága, hogy menjetek ki, túrázzatok a szabadba, mert a friss levegő nagyon egészséges. Vagy valami. És itt is vagyunk, feljutottunk a hegy tetejére. Hát nem gyönyörű Nyíregyháza, a maga teljes valójában. Nos, ezzel a gyönyörű látvánnyal búcsúzom is, köszönöm a figyelmet. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!